Sziasztok! Egy hosszabb szünet után üdv újra a csatornámon. Remélem vártatok már, remélem nem estetek túlságosan pánikba, hogy nem csináltam mostanában videókat, de most újra itt vagyok, úgyhogy jöjjön egy érdekes téma, meg egy kis life update, hogy mi volt velem. Ahogy már a legutolsó videómban is mondtam, azért nekem a nyár így a menyasszony szezon miatt elég sűrű, plusz tényleg rohadtul meleg van itt ebbe a szobába, ahol én mindig videózok, most éppen nem, mert most ugye kellemesebb az időjárás, szóval így a sok munka, meg nyaralni is voltam, meg így nem tudom, azért a nyár általában kicsit így elsodor, szóval nem tudtam, meg nem volt erőm, energiám most videókat forgatni, de ahogy már az utolsó videóban is elmondtam, amit feltöltöttem nagyjából egy hónappal ezelőtt, nem kell pánikba esni, nem fog megállni a csatorna, csak néha kell egy ilyen kis feltöltődés, meg egy kis ilyen szünet, szóval remélem örültök, hogy újra itt vagyok, és egy izgalmas témával készültem nektek mára. Aki már hosszabb ideje követi a csatornámat, az tudhatja, hogy már többször dolgoztam együtt az Elins Labbel, és most kijöttek két új termékkel, amik egyébként megtalálhatóak a DM-ben is, úgyhogy most erről fogok nektek mesélni. Mind az összetevőkről meg fogom mutatni, tudjátok, hát szokásosan a termékeket bőrön, beszélünk kicsit arról, hogy kinek ajánlom, stb. Úgyhogy vágjunk is bele. Mind a két termék egy-egy alaprutinban passzoló termék, tehát ugye a bőrápolási rutinod bázisát megadó részbe passzoló termék, ugyanis van itt nekünk egy hidratáló krém, ami az All-In névre hallgat, azaz mindent bele, illetve egy 30-as matt fényvédő, a Her Majesty, azaz felsége, ő felsége névre hallgató fényvédő. Ugye a fényvédőnek volt már egy, nem is tudom, előzetese, vagy egy előző terméke, az még kapható a webshopon, viszont kivezetésre fog kerülni, mert elég, hát ahogy ők fogalmaztak, olyan kétféle megosztó termék lett, kétféle, valaki nagyon szerette, valaki meg nagyon nem. És igazából annak a terméknek a hibáit, idézőjelesen hibáit, küszöböli ki a Her Majesty, ami még mindig tök matt, mert ugye az előző is egy nagyon matt fényvédő volt, ugye rá is van írva, hogy mattító fényvédő arckrém antioxidánsokkal, tehát ez még mindig nagyon matt, viszont már sokkal-sokkal könnyebb kezelni, és sokkal könnyebb felkenni az arcra. A másik termék pedig egy szerintem nagyon egyedi, hát nem is tudom, állaggal, meg olyan struktúrával bíró hidratáló krém, hiszen tele van bőrnyugtató anyagokkal, erről mindjárt részletesen is fogunk beszélni. Az állaga viszont hihetetlenül vizes. Nagyon-nagyon sokszor, talán egyébként talán ezt a kettőt kéritek tőlem leggyakrabban, mondjál jó fényvédőt, amitől nem tocsog az arcom, meg mondjál jó hidratáló krémet, amitől nem tocsog az arcom, na ezek akkor, ezek most pont azok lesznek. Ezek a termékek egyelőre 108 DM-ben találhatóak meg, ugye a többi, tehát a régebben kihozott Elins Labs termékek azok közel 200-ban. Szóval letettem nektek egy listát ide a leírásba, meg tudjátok nézni, mielőtt nekiindulnátok, hogy melyik az a DM a közvetlen környezetetekben, ahol meg tudjátok találni ezeket a termékeket. Talán észrevettétek, nem ide kapcsolódó téma, de ez is Elins Labs sztori, hogy mostanában nagyon, hát vagy nagyon kevés, vagy egyáltalán nincsen a polcokon a retinol szérum. Ennek sajnos az anyaghiány, az alapanyag hiánya az oka. Ugye hát most ezt nagyon sok kozmetikai gyártó, hát nem csak kozmetikai, de többek között kozmetikai gyártó is megszenvedi, hogy alapanyag hiány van, de hamarosan lesz újra retinolos szérum, ezt csak ugye el szerettem volna mondani. Na de akkor most nézzük is az összetevőket, és nézzük is, hogy hogy néz ki bőrön ez a két termék. Ezt sokszor el szoktam mondani, de talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy ugye a bőr számára, főleg ha hidratáló krémet keresünk, akkor olyan anyagokkal teli terméket kell keresni, amit a bőr tud értelmezni. Tehát nem az uborkát meg a paradicsomot kell az embernek a fejére kenni, hanem a bőr
azonos, a bőrrel azonos, tehát ugye már többször mondtam ezt az NMF, Natural Moisturizing Factors, tehát a bőrrel azonos és a bőr számára értelmezhető anyagokat kell a fejünkre pakolni, nem csak hidratáló krémgyanánt, de most ugye kifejezetten a hidratáló krémről beszélek, illetve nyilván, hogy minden mellett kényelmes legyen a viselete számunkra. Most akkor ennek fényében nézzük is meg ezt a pár fő hatóanyagot, ami itt fel van sorolva az All-in-nek az elején, és melyik mit csinál. 7% szkvalán. A szkvalán az egy nagyon gyakori hatóanyag hidratáló krémekben, ugyanis kiválóan hidratál, és erősíti a bőrnek a védő rétegét. 5% pantenol. A pantenolt szerintem sokan ismerik a pantenol nevezetű krémből, de ez egyébként a pantotén savnak a származéka, és megint csak egy ilyen nyugtató, erősítő hatóanyagról beszélünk. Aztán itt az utolsó sorban még fel van sorolva a cink, a cica, illetve az urea, úgyhogy menjünk is szépen sorba. A cinket azt már... Hát szerintem sok termékben láthattátok, vagy sok termék kapcsán beszélhettünk már róla. Ez megint egy ilyen nyugtató, kissé antibakteriális hatóanyag. Sokszor egyébként olyan szérumokba vagy krémekbe teszik bele, amiket kifejezetten pattanásos bőrre ajánlanak. Viszont ha itt így együtt értelmezzük a szkvalánnal, a pantenollal, a cicával, meg az ureával, akkor ez így kijön, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nyugtató krém, tehát hogy a gyulladásra hajlamos és vagy rozáciás bőrűeknek is ez egy kifejezetten jó krém lehet. De menjünk is tovább. A cicáról már beszéltünk, be fogom linkelni a videót. Ugye ez a Centella asiatica nevezetű növény, ami egy nagyon-nagyon erős, megint csak nyugtató hatóanyag. Urea. Az urea az pedig ugye most már sokkal... Fenszibb, meg divatosabb a hyaluronsav, de tulajdonképpen az urea az nagyon hasonló a hyaluronsavhoz, és tulajdonképpen majdhogy nem teljesen ugyanazt csinálja. Mind a kettő humektáns, tehát vízmegkötő hatóanyag. Úgyhogy az urea az tulajdonképpen a vízhiányt fogja csökkenteni ezáltal a bőrünkben. Ugye a humektánsok azok megkötik a nedvességet a környezetükből, és beviszik a bőrbe. Valamint itt még van, hogy lipidekkel és allantoinnal. Az allantoin az megint csak egy nyugtató hatóanyag. A pantenolt meg az allantoint ezt nagyon gyakran rakják együtt bele különböző krémekbe, szérumokba, termékekbe, és lipidekkel. Ugye a lipidek azok azért nagyon fontosak. Már sokszor beszéltünk ugye a bőrfelszíni emulzióról, hogy van neki zsíros, meg vizes fázisa, és hogy ez védi a bőrünket, és ez védi meg a bőrünket attól, hogy túlzottan kipárologjon belőle a víz, és túlzottan kiszáradjon. Na most ugye a szkvalán, illetve a lipidek, az kicsit ezt a zsíros fázist hivatott visszapótolni. Ugye vannak kifejezetten nyugtató hatóanyagok, illetve ott van benne az urea, ami meg a vizes fázis. Tehát, hogy mindezt úgy, hogy egyébként egy nagyon lágy, nagyon vizes, nagyon kellemes állagú termékről beszélünk, amit hihetetlenül könnyű felkenni, elkenni, nagyon gyorsan beszívódik, abszolút nem hagy ragacsos érzetet a bőrön, reggeli, esti krémnek is teljesen jó, és amúgy a fényvédő alá, most én pont ez alá próbáltam, de bármelyik másik fényvédő alá is kiválóan működik. És akkor most beszéljünk egy kicsit a fényvédőről is. Hát ugye tudjátok, hogy aki látta az előző elinzlebes videómat, hogy azért én az elődjével, a Holy Grail-el eléggé megszenvedtem, mire fel tudtam úgy vinni az arcomra, hogy ez ténylegesen megálljon. Ezek tényleg nagyon matt fényvédők, tehát az vegye őket, aki nagyon szereti ezt a matt, abszolút nem ragacsos, szinte nem is krémszerű hatást. Ugyanis kinyomod ugye a kezedbe
a fényvédőt. Nagyon jó, mert egy pumpányi, az tényleg egy ujjnyi, tehát kinyomsz két pumpát, és akkor tudod, hogy oké. Viszont én abszolút nem ajánlom azt, hogy a két pumpányi mennyiséget ezt egyszerre próbáljátok felvinni, ugye az arc és nyakra már bőven elég ebből, mert nagyon gyorsan bemattul, tehát kened, 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 és egyszerűen elkezd, majd érezni fogjátok, aki próbáljátok, elkezd mattulni, és utána már nehezebb kenni, úgyhogy én mindig azt szoktam csinálni, hogy az első réteget felkenem, tehát egy ujjnyit, egy pumpányit felkenem, a végén így kicsit betapogatom a bőrömbe, tehát hogy nem maradjon csíkos, és utána kenem rá ugyanígy a második réteget, és egyébként, hogyha vársz egy ilyen körülbelül 5 percet, akkor nyugodtan tudsz is már rá sminkelni. Megmutatom természetes fényben is, hogy milyen a bőrképe. Ugye itt volt már alatt a hidratálókrém, valamint a kettő pumpányi fényvédő. Nagyon jól tapad rá, most ugye erre vagyok rásminkelve. Hú, de rossz volt ez a mondatszerkezet. Szóval nagyon jól tapad rá egyébként a smink. Abszolút nincs szükség semmiféle primerre vagy ilyesmire még a fényvédő fölé. Én ötféle fényvédő szűrőt számoltam benne össze. Van benne fizikai, illetve van benne kémiai szűrő is. Többször kérdeztétek, hogy mit jelent az a különböző fényvédőkön, hogy így be van rajta karikázva ugye az UVA, hogy most akkor ez csak UVA ellen véd. Nem, ez azt jelenti, hogy UVA és UVB ellen is véd, de amikor be van karikázva az UVA, az azt jelenti, hogy extrán magas az UVA elleni védelme ugye annak az adott fényvédőnek. Nyilván alkohol, parfüm és egyébként oktokrilén mentes, tehát aki allergiás az oktokrilénre, az is tudja használni. E-vitamin is van benne, mint antioxidáns, ugye ezt ki is emelik a borítón. Nem tudom, CD-nek van borítója, mindegy. Meg egy csomó bőrpuhító hatóanyag található benne, úgyhogy próbáljátok ki, mind a kettőnek egységesen 5000 forint az ára, és mind a kettő egységesen 100-100 milli, ami megint csak tök jó, mert nem 30 millis kis termékeket veszünk meg ennyi pénzért. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha bármi kérdésetek van, akkor szokás szerint feltehetitek kommentben. Remélem örültök, mint ahogy mondtam az elején, hogy végre van új videó. Nem tudom, milyen gyakorisággal fogok most nyáron videózni, ősszel mindenképpen tervezek visszatérni a heti egy videózásra. Ez az augusztus, ez picit nekem ilyen magánéletileg is forgalmas lesz, mivel megyünk két esküvőre, meg megyünk a strandfesztiválra, úgyhogy és most pedig előző hétvégén a Kinizsi Rock Musicalen dolgoztam 4 napot, szóval, hogy azért eléggé mindenfele vagyok, de kövessetek Instán, és ott azért sztoriban szoktam posztolni, hogy éppen mi van velem. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jó vásárlást, meg jó bőrápolást, sziasztok!